Szervusztok, srácok, nézzük meg a január 18-ai Epic ingyenes játékot, ami egy nagyon egyszerű játék, a Love. Ezt január 25-ig tudjátok begyűjteni, teljesen ingyen, hogyha van Epic Games accountotok. Igen, itt látjátok, hogy ez nagyon egyszerű. Szóval ez egy 2008-as játék, de nem a 2008-as verziót kapjuk meg, hanem a Love Plus-t, amit 2014-be adtak ki, és azóta van Love 2, illetve Love 3 is. Az újabb játékok tartalmazzák az elődjeik pályáit, szóval hogyha esetleg megtetszik ez a dolog, akkor hogyha a Love 3-at megveszitek, abban minden pálya benne van, ami a Love Plus-ba is benne van, illetve a Love 2-be is. Ez amúgy egy 2,5 eurós játék nagyjából, és hát ha ügyes vagy, akkor fél óra alatt végig tudod vinni, hogyha kevésbé, akkor lehet, hogy 2 óráig is eltart. Egy egyszerű platformer, ilyen pixelártos platformer játék, 3 szín játszik itt ebben a játékban, a fekete, a háttér, a fehér, azok a tárgyak, amikkel így lehet interaktálni, tehát ezek így valószínűleg így mozognak, illetve a platform maga, ami a szín. Tehát ami nem a fekete és nem a fehér. Ez váltakozik pályánként. 16 pálya van amúgy a Love-ba, mármint így a Love Plus-ba, amit így kapunk. És a karakterünk azon tud ugrálni, jobbra mozogni, balra mozogni, és van egy olyan része is a játéknak, hogy tudsz egy checkpointot lerakni. A feltétele a checkpoint lerakásnak csak annyi, hogy állj éppen a platformon, szóval nem lehet a levegőbe például, vagy ugrás közben, hanem stabil helyen kell állj, hogy oda létre tud hozni a checkpointot. 3 féle nehézség van, van egyébként speedrunos is, az nem tartozik bele ebbe. Van az easy, amikor végtelen életed van, végtelenszer tudsz próbálkozni. Van az alap nehézség, ahol 100 életed van, és van a YOLO, YOLO, ott csak 1 életed van. Ahogy a YOLO is tartja, csak egyszer tudod megpróbálni, hogy végigvidd a játékot. Jók egyébként a muzsikái, lehet pontokat is szerezni. Nagyjából egyébként ennyi ez a játék. Azt hiszem mindent elmondtam róla, amit így érdemes tudni. Talán még annyi, hogyha van switchetek, akkor switchre is van amúgy ez a játék. Ennyi. A másik játék, amit jövő héten 25-től fognak adni, ez az Infinity Factory. Hát az Epic ennyit csinált hozzám, tehát hogy vagy a kiadó ennyit töltött fel a játékról, tessék, egy kép. De ez egyébként ez egy puzzle game, szimpatikusnak tűnik az alapján, hogy mit látok itt a Steam-es store-ba, Infinity Factory. Nem jól írtam a nevét? Infinity Factory. Itt van. Ez egy 25 eurós játék. Ez egy ilyen puzzle game. Már is megpróbálom nektek megmutatni, hogy mégis milyen. Szóval, hogy ilyesmi. Ez érdekesebbnek és szimpatikusabbnak tűnik számomra, mint a mostani Love Plus. Move Rotate. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy miket lehet majd ezekkel a blokkokkal alkotni. Ez jön majd a jövő héten. Ezt tudjuk majd kipróbálni, megnézni együtt. Ja, úgyhogy ennyit így röviden a mostani, illetve a jövőbeli játékról. Induljon a Love! Üdvözlöm mindenkinek, srácok! Na hát ez már az. Remélem látjátok, hogy micsoda videókártya kihasználtság van, 9%. Én kontrollerrel próbálom meg amúgy játszani. Azt mondja, hogy respawn a felső gomb,
checkpoint és jump. Jó. Majd belejövünk. Igen, jól láttátok, hogy az Epic szerveréhez próbált csatlakozni. Hoppá. Uha. Ez mi lehet? Ja, értem. Azt akartam megnézni, hogy van-e magyar nyelv, de nincsen. Live Custom. Ott vannak az achievementek is. How to play. Nézzük meg azt. Várjatok. Átcsusszanok közben ide talán. Mondjuk valószínűleg ennél a játéknál semmelyik sarokban nem leszek jó. A fehér objektek azok interaktívok. Aha, szóval, hogy erről ugrani lehet. Van, ami segít, van, ami bánt. Hát én oda tettem checkpointot. De most az ott van, nem? Ja, értem. Szóval, ha meghalunk, akkor oda visszamegyünk. Oké. Okay. Jó. Na, az arcade mód az a normál mód. Az unlimited, ugye, ahol végtelen életed van. Itt van a YOLO, ahol ugye egy életed van. Itt van speedrun is. Ez pedig egy ilyen remix. Ez nem tudom, mi lehet. Ez a kusó mód. De az arcade-et fogjuk nyomni. Na hát, egy élet mínusz. Ott egy nyíl mutatja, hogy merre kell mennem. Aztán. Szóval ez egy olyan platform volt, ami leesik, és ahogy látom, mivel újra élettünk, ezért el is tűnt. Aha, szóval a checkpointot nem... Ott a checkpoint, látjátok? Itt közben mindenkinek, srácok, hali-hali. Tettem azért oda egy checkpointot. Ez 2008-as játék, és azt újították fel, szóval ez még egy felújított változata a játéknak. Ó, basszus. Ó, basszus. Átraktam ide a checkpointot, úgyhogy amúgy már itt végigmentem. Jó. Van amúgy történet is ez a játékhoz. Ezt most így megpróbálom fejből elmondani. Nagyon, nagyon, nagyon deep a történet. Készüljetek fel. Tehát felébredsz, nem tudod, hogy hol vagy. Minden, amit ismertél, eltűnt. Ez egy bouncer. Ja, hogy sokat ugráltam, gondolom én. Minden, amit ismertél, eltűnt. Már csak a gépek vannak. De látod a fényt az alagút végén. Ez a sztori a játéknak. Igazán nincs mit. Deep. Ah.
látom magam előtt, hogy ülök az okmány irodában és ezzel játszok teljesen átszellemülve. Ez egy nehéz játék, látjátok? Már 7 életemet elbuktam. Ide teszünk egy checkpoint. Egy checkpointot. Ott is van. Na ki... Na hoppá. Tehát az első szint már meg is van. Csak 9-szer haltunk meg. Aha, értem. Akkor most már 10. Hogy nyomják amúgy? De ez micsoda? Itt úgy érzem, meg fogunk halni párszor. Az mit tud? Értem. Szóval az azt tudja, hogy meghalunk. Hát persze. Nagyon gyorsan repülnek az életek, srácok. Hoppá! Most ez mi? Vége? Ez ennyi volt? Jó. Épp azt akartam megnézni, hogy vajon mennyire takarom ki a dolgokat. És ez elvitte egy HP-mat. Jól hallani amúgy a gémet. Veszek rá egy kis hangot. Szerintem halk. Nem maradtok itt a muzsikáról. Na itt ugye az a trükk, hogy nem lehet ugrani, mert az fájni fog. Most már jobb? Jó. Abban nem tudok meghalni. Akkor mi itt a trükk? Az, hogy ne essek le. Ja. Azt hittem be tudja verni a karakter a fejét. Ú, ez... Azt akartam mondani, hogy ez durvának tűnik. Lehet amúgy, hogy ez billentyűzettel könnyebb. Oda nem tudom, minek csináltam checkpoint. Jézus. Ez olyan, mint egy zongora egyébként. Most itt... Aha, azt át tudjuk szerintetek ugrani? Egyszerre? Aha, zsír. Ó, ez nagyon chill ez a muzsika. Mondjuk megnézném azt, aki jolóba elsőre végigmegy. Hát, szerintem olyan nincsen. Hát, biztos, hogy végigmennek jolóba. Hát, hogy az biztos. Ott csak lesétálunk? Aha, ott csak lesétálunk. Ne! Ne! Kell a lendület, de nem szabad túl menni. Most ez mi volt? Odamész. Na, 77 élet. What are you doing up there?
Achievement. Ja, nem oda kell menni? Az a jó, hogy itt nem lehet. Wow! Megcsináltam olyan a checkpointot, aha. A francba. Megnéztük, az tényleg halálos. Az halálos. Mi? Miért nem tudtam átugrani? Ja, mert béna voltam. Ja, de hát nem is, tehát, hogy az a helyzet, hogy itt majdnem, hogy kötelező meghalni, mert ugye nem tudod, hogy most mi vár rád lent. Szerintetek sikerül végigvinni a játékot? Basszus. Ez hanyadik pálya lehet? Mondom, fél óra elvileg. Ja, ott lehetett volna checkpointot csinálni. Ja, csak nem működik amúgy valamilyen récsi a pózusmérő. Ja! Hú! Ja, itt most nem is tudom, hogy nek ugrattam. Az elején gondoltad, hogy mennyire nagy lehet? Hát itt most nagyon sok HP elment, sajnos.
ezeknél a próbálkozásoknál. Itt meg nem volt ugrás. Ja, értem. Valaki számolta, hogy ez hanyadik pálya? Szerintem még a tizet nem értük el. Ezt nem értem amúgy. Ja. Értem. Akkor jó, ez halál, ez fixen halál. Mégsem. Hetedik körül? Micsoda! A fejre tudsz, nem, csak a színesen lehet checkpointolni. High ground. Azt sem tudom, hogy hol vagyok. Amúgy ez ötletes, ez tetszik ez a pálya. Tehát itt most meg kell válni, hogy előre menjenek ezek. Ja, értem. Ez valami száj lesz. Valakinek a szájába bementünk. What? Hogy mi van? Nem jó irányba jöttünk?
Mi van? Na, ti láttok valamit? Szávasz, Létó. Na, hát kb. Két órát böngésztem, de berendeltem a következő adag bútort az IK-ból. Na, hát akkor azt mondja, jó lesz összelegózni. Hát valahogy tovább kéne menni, de nem tudom, hogy hol és hogy hova, érted? Abszolút nem látom. Hát itt valószínűleg el fog menni a HP-m. Ó! Megnyílt. Azzal, hogy ott interaktáltunk. Ez gyönyörű volt. Na hát. Aha, és akkor itt át kell menni. Két élet, tehát akkor ez ennyi, srácok. Az mit csinál? Az fáj. De nem ugrott. De miért, ilyenkor miért nem ugrik? Hát nyomtam az ugrás gombot. Jó, hát most megvan. Hát csak belesétáltam. De jó lesz felmenni. Ja, érted. Nem lehet izét checkpointot lerakni, mert a golyók szétlövik. Milyen kedves a játék, igaz? Most nem tudom, minek raktam amúgy ide checkpointot. Hogy még addig se jussak el, mint eddig, igaz? Na így már, hogy 6 életem van, sokkal izgalmasabb. Mi volt?
Hogy ment el két életem egyszerre? Srácok, két HP. Átöltitek kis switchre? Hát jó szórakozást. Ha lehet ehhez olyat kívánni. Hát ezt nem hiszem el. Micsoda gameplay, ugye? Már csak két élet. Az utolsó élet? Ez lett az utolsó életünk, srácok? F. Final score F. 750 pont. Hát legalább láttátok a játék háromnegyedét. Na, akkor most már egy YOLO mód. Ezután speedrunolunk, jó? Na majd most megmutatom. Arra lennék kíváncsi amúgy, hogy így mennyivel menne könnyebben egérbillentyűzettel. Na, most megnézzük, hogy kell játszani. Key Cont, how to play. D-vel meg tudom magam ölni? D mint die. És mivel ugrok? Na várjatok. Jaj, ez egy Alt F4 lett? Na várjatok. Mindjárt megnézzük újra. Cloud Sync van, de mindjárt jó lesz. Na most. Szevasz, Bazsi. Szervusztok, srácok. Szóval A, jump. D, respawn. S, checkpoint. Jó. Na most. YOLO. Nem megy jobban, srácok. Izével. Billentyűzettel.
Bár amúgy valószínűleg távolabbra, tehát hogy messzebbre tudunk eljutni amúgy. Na nézzük meg ezt a remixet. De most már maradunk a billentyűzetnél. Az azért necces volt. Ó, basszus. Aha, értem már. Tehát ott be lehet akadni. Nem tudom, hogy akkor ott hogy lehet majd átjutni. Aha, valószínűleg nem kell akkor átugrani. Az a trükk. Amúgy itt a jobb alsó sarokban nem takarom ki annyira a dolgokat, srácok. Jó helyen vagyok? Vagy tegyem magam át máshova? Jó vagyok, oké. Érted, oda nem menni? De azt hogy? Hát ezen mennyi HP-m elment, bakker? Ja, értem. Hát ez esélytelen. Szávasz, gyókos leves. Az a farmászos háttérzen szerintem nem segít. Ez ilyen chill zene, pocom. Az ott mit csinál? Jó, hát akkor az azt jelenti, hogy... hogy meg lehet rajta pattanni. Értem. Jézusom, mekkora troll az ott, srácok. Jaj, de jó. Ja, és itt három rész van. Most így ennyiből én nem is tudom megjegyezni, hogy most... Jó. Retry? No. Semmi gond, meg tudjuk nézni a kusót. Itt 15 élet van. Hát a YOLO.
Hoppá! Hoppá, mi? Ez, itt mi a trükk? Ja, hogy itt már élesbe van a dolog. Amúgy ez is tök jó mechanika. Hát én most nem fogok rájönni, hogy az... Ott hogy kell átmenni? Egy élet. Jó. Hát... ez gyors volt. Level select. Ja, ott a 16 pálya. És mi meddig jut? Mi a 13-ig jutottunk, aha. Ja, álljatok már. Mindegy. Azt akartam megnézni, hogy hogy lehet vajon kilépni. Itt csak a halál a kilépés. Azt nézd! Erre lehet. Ha. Ja, de hogyha elmegyek a képből, akkor eltűnik. Na most mi van? Hát persze. Hát persze. Hogy csúsztam le arról a platformról, amúgy? Tehát ott vagyok rajta. Jó, hát most már szivat a játék. Ha itt valahol ide kell leugrani, aha. Aha. Ja, értem. Szia, Detti. Hogy... Elsőre. Ez volt a 14-es pálya amúgy. Na, ezt kéne megnézni. Nagyon gyorsan jön. Nagyon gyorsan jön, basszus. Aha. Jó. Amúgy, hogyha lett volna több HP-m. Ja, ott vagyok.
Ugye itt nem tudjuk, hogy a portál az hova visz minket. Nem tudom, hogy hol vagyok. Ja, megvan. Ja, látom. Amúgy ez is ötletes volt ez a pálya. A 15-ös is. 16. Szóval van ilyen puska, ami lövöldöz. Szép volt. Ez egy puska. Ez fixen egy puska, srácok. Szerintetek egy kukac? Inkább. Hát, oké. Okay. Amúgy ez is ennyi volt. 5 halál. Ja, és vége. Amúgy vége van. És melyikre mondtam azt, hogy szörnyű? Az 5-ös pálya, na az szörnyű volt, az biztos, hogy nem tudom végigvinni. 6-os? Ez mi? Mi a fene? De azt hogy? Ugrani kell? Ezt nem is értem. Ja, amúgy ez a villogás, ez elég erős. Aha, tehát ha ugrok, az meg fáj. Jó, meg lesz ez amúgy. Itt mi lesz a trükk vajon? Értem. Azt a rohadt. Jó, itt mit menteni kell egyet? Az micsoda? Valahogy unlimited egyébként a checkpoint lerakás. Épp akartam mondani, hogy ide már valószínűleg kéne egy checkpoint. Jó. Na hát amúgy az ötöst azt így... Azt... Jó. Azt hittem, hogy ezt nehezebben fogom teljesíteni. Akkor kész. Na ez az, amit
amit még nem tudtunk megcsinálni. Már csak megértem, hogy mikor kell ugrani. De olyan, mint hogyha mindig elkapna. Amúgy megvan. Megvan amúgy. Jó, tényleg megvan. Amikor elkezd fölfele indulni. Hát persze. Ott a vége. Jó, nem ott van a vége. Ja, hát oda majd bementünk, mint valami ostoba. És akkor most ott végig kéne ugrálni így? Jó. Hát, hogy itt mikor megyünk át? Jó. De ne. Azt ott meg brute force-oltuk, srácok. Jó. Na, amúgy nem haltunk soha. 61-szer. Az nem sok, nem? Jó, utolsó pálya. Ezt még nem csináltuk. És akkor láttok mindent. Ja? Hát ez gyönyörű volt. Na, ennek a muzsikája amúgy adja. Nézzük meg innen. Amúgy valamit ki kell várni. Asztara. Mi nézni is fárasztó, igen? Hát ez biztos, hogy nem egyszerű. Na ennyi. Srácok, ennyi. Láttátok az összes pályát. Most már tényleg láttátok az összeset. Na, tessék megdönteni a rekordomat, jó? Tessék leszpeedrunolni engem ezen a pályán. Vagy ameddig tart a rám. Ez jó volt. Lehet előről? Hogy kell kilépni?
Ujjjjj. Nyomtam F1-et, F2-t, és hát valamelyik kilépett. Valamelyik a menübe ment. Jó, hát amúgy ezt a rekordot valószínűleg könnyen megdöntitek, de hát hajrá. Na hát amúgy összességében teljesen okés ez a game. Kis, egyszerű, pixelártos platformer játék. Van benne kihívás. Nem mai játék. Remake-elve. Hát a Love 3 arra kíváncsi lennék, hogy amúgy még milyen pályák vannak. Meg hogy mondjuk mennyi idő speedrunolni. Gyorsan rákeresek még. Uh, 6 perc 32. In-game time 6 perc 54. Durva. Jó volt. Remélem, hogy ti is élveztétek, srácok. Remélem, hogy tudtam segíteni azzal kapcsolatban, hogy érdemes-e ezt egyáltalán begyűjtenetek, vagy esetleg letölteni, végigjátszani. Én úgy érzem, hogy megtettem a részemet, úgyhogy ez lett volna a Love, ami igazából a Love Plus.